A koronavírus járvánnyal kapcsolatos legfrissebb hírekkel folytatjuk a ma reggelt. Ahogyan azt már megszokhatták nálunk, ilyenkor minden nap tudósítóink segítségével beszámolunk a környező országok, Európa és a világ járvány helyzetéről. Ma Franciaország, Ukrajna, a skandináv államok és Szlovénia legfrissebb információit mondjuk el. Franciaországgal kezdünk. Párizs polgármestere újabb bejelentést tett, este 10-kor be kell zárniuk az élelmiszerboltoknak és a kiszállítást vállaló éttermeknek is. Ott is, mint mindenhol az a cél, hogy ne alakuljanak ki kisebb csoportosulások a késő esti órákban. Bence Katalint kapcsoljuk a részletekért. Nézzük akkor a legfrissebb intézkedéseket, és kérlek, mondd el, hogyan alakulnak most a számok. Franciaországban csaknem egy héttel ezelőtt lépett életbe ismételten az általános karantén, amely egy kicsit kevésbé drasztikus, mint a tavasszal volt, ugyanis el lehet járni mindenkinek munkába, sőt kérik, hogy a munka folytatódjon, és az iskolák nyitva maradtak. De a lényeg az, hogy minden bezárt, tehát azok az élelmiszerboltok vannak csak nyitva, amelyeknek a bezárását este 10-től reggel 6-ig elrendelte a párizsi polgármester, ugyanis csak itt tudnak most már gyülekezni vagy találkozni az emberek, lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és nem találkozhatnak egymással az emberek, még a tagok sem, csak az egy háztartásban élők. Az adatok azt mutatják, hogy ez a lezárás még egyelőre nem hozta meg az eredményét. Tegnap ismét megdőlt a napi esetszám, ami azt jelenti, hogy 58 ezer új koronavírusos esetet tártak fel, és ezzel 1,6 millióra emelkedett a Franciaországban regisztrált betegek száma, fertőzöttek száma, ami azt jelenti, hogy a 8 millió európai fertőzött közül itt található a legtöbb Franciaországban. A kórházakban is hirtelen emelkednek az ellátottak, a koronavírusos ellátottak száma, 8000 fertőzöttet ápolnak a kórházakban, ezek közül 4000-en vannak intenzív osztályon, de a lezárásnak is az egyik célja az volt, hogy a teljes egészségügy tudjon tovább működni, tehát ez azt jelenti, hogy tévében, rádióban kérnek mindenkit, hogy ne halassza el az egészségügyi, hogyha szüksége van kórházba menni, tehát 4000 koronavírusos súlyos beteg van intenzív osztályon, és 3000 egyéb beteg is, tehát az intenzív osztályok 85%-a betelt, de egyelőre teljes egészében működik az egészségügy. Tegnap volt a heti sajtótájékoztatója az egészségügyi miniszternek, Olivier Véran elmondta, hogyha nem lett volna ez a lezárás múlt héten, akkor november közepére, amikor itt ennek a hullámnak a tetőzését várják, 9000 súlyos beteg feküdt volna intenzív ágyakon. Azt remélik, hogy ezt 6000-re le tudják csökkenteni, de hétről hétre tágítják az intenzív ágyak számát, ezt úgy teszik, hogy elhalasztanak súlyos betegeket, átirányítanak orvosokat. Elsősorban itt is személyzet hiány van, nem annyira készülék vagy ágyhiány. És megkezdődtek egyébként az egészségügyi átszállítások, ami azt jelenti, hogy eddig 61 beteget szállítottak elsősorban az ország középső részéről, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble környékéről, amely most a leginkább sújtott régió, továbbra is nyugatra, elsősorban Bretagne-be, és további 200 ilyen egészségügyi átszállítást terveznek a hatóságok. Szó volt arról, hogy esetleg a kiárási tilalmat éjszakára ismételten bevezetik, ebből lett az, amit te is említettél, hogy este 10 és reggel 6 között nem lehet alkoholt, élelmiszert árusítani, tehát gyakorlatilag amíg nyitva lévő boltoknak is be kell éjszaka zárniuk. Ami még szigorítás lehet, hogyha nem hozza meg a jelenlegi lezárás az eredményét, az, hogy esetleg a középiskolákról is szó van, hogy bezárják, minden esetre a tárcavezető azt bejelentette, hogy felére fogják csökkenteni a tantermekben lévő diákok számát, ugyanis szakszervezetek tüntetéseket helyeztek kilátásba, hogyha az óvintézkedéseket nem növelik az iskolákban. Ez minden esetre fontos, hogy a pedagógus szakszervezetek is leszögezték, hogy a tanításnak folytatódnia kell, hogy ne járjon olyan szociális és oktatásban lemaradási problémákkal, mint ahogy az történt tavasszal. Tehát ez az állapot most érvényben van november 15-ig, az biztos, addigra várják azt, hogy megérkezzen a tetőzés Franciaországba, és utána esetleg ez a második hullám elkezdjen valamelyest csökkenni. Nagyon rosszak, tehát a francia számok, figyelni fogjuk az eseményeket.
Ukrajnába megyünk most tovább. A keleti szomszédunknál sem javul a helyzet, olyannyira nem, hogy naponta már csak nem 10 000 új fertőzöttet azonosítanak. A részletekért most kapcsoljuk kárpátaljai tudósítónkat, Kál Debreceni Mihályt. Kezdjük akkor az adatokkal, és ha minden igaz, és erősíts meg engem ebben, már most újabb szigorításra készülnek. Köszöntöm a nézőket. Az elmúlt 3 nap folyamán folyamatosan dőltek meg az antirekordok Ukrajnában. 2-től roham léptékben közeledett az ország a napi 10 000-es esetszámhoz. Az elmúlt nap folyamán pedig 9721 fertőzöttet azonosítottak. Így az aktív esetek száma jelenleg 236 000 fő az országban. Továbbá 201 újabb beteg hunyt el az elmúlt 24 órában. Szintén rekord, hogy tegnap sokkal többen gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek, csak nem 11 000-en épültek fel. Maxim Sztyepanov, ukrán egészségügyi miniszter egy interjúban arról értekezett, hogy hamarosan hétvégi korlátozásokat vezethetnek be az országban, ez várhatóan november 14-től lenne, és azt jelenteni, hogy szombaton és vasárnap az üzletek többsége, valamint a vendéglátóhelyek zárva tartanának. Ugyanakkor azt cáfolta, hogy kijárási tilalmat készülnének bevezetni, ehhez ugyanis rendkívüli állapotot kellene kihirdetni, de ezt a tárcája nem támogatja. Az országos tisztifőorvos is szigorításokat javasol a kormánynak, indítványozzák például a kulturális tömegrendezvények teljes betiltását, a fitnesstermek, uszodák és más sportkomplexumok, valamint a plázákban, a boltokon kívül minden más létesítmény bezárását. Szigorítanák a maszk használat mellőzése miatt kirótt büntetéseket is. Azonnali helyszíni bírság járna a szabályszegőknek. Tervben van az is, hogy a tavaszi Magyarország intézkedésekhez hasonlóan idősávot vezetnének be a 60 éven felüliek számára délelőtt 10 és 12 között a boltokban. Viszont a vörös zónákban ezentúl nem zárnák be az óvodákat és az iskolák alsó osztályait sem. Denis Mihál, ukrán miniszterelnök közben a betegszámok további gyors növekedésére számít, ezért az egészségügyi rendszert folyamatosan készítik a további terhelésre. A kormányfő a kabinet előrejelzését ismertetve azt mondta, hogy évvégére Ukrajnában napi esetszám el fogja érni a 20 000-et, de már november végén is napi új 15 000 beteggel számolnak. Folyamatosan bővítik a betegágyak számát, mely most már 43 000, és ezek 65%-a jelenleg foglalta az országos statisztika szerint. Mihály Kárpátaljáról milyen adatok érkeznek? Azt lehet ugye olvasni, hogy Ungváron például már napokkal ezelőtt elfogytak a betegágyak. Kárpátalján a vírus megjelenése óta 16 000-en betegedtek meg, közülük 7 200-an már meggyógyultak. A héten volt olyan nap viszont, amikor közel 400 új fertőzöttet azonosítottak, ez pedig alig, ha bírja a helyi egészségügy. És valóban Ungváron már 100%-os a leterheltség. Az ungváriakat is a vidéki egészségügyi intézményekbe szállítják Beregszászba, Nagyszőlősre és Szolyvára. A megye vezetése szerint félő, hogy a kórházi jegyek hamarosan ott is elfogynak. A kárpátai kormányzó szerint, ha ez a dinamika fennmarad, akkor Kárpátalján valószínűleg összeomlik az egészségügyi rendszer, és hát az országhoz hasonlóan itt is hamar bevezetik a hétvégi karantént, melynek értelmében itt is be fogják zárni az élelmiszerboltokat, az élelmiszerboltok és a patikák kivételével az összes boltot, és minden más le fog állni. Azt is rebesgetik egyébként, hogy Kárpátalján a nyugati vendégmunkások visszatérésére is készülnek, megfigyelésükre, vagy pedig karanténjukra ki akarnak jelölni bizonyos helyeket, hogy ott legyenek megfigyelés alatt, ne pedig hazamenjenek, miután átlépték a határt. Nehezen bírják tehát a terhelést a kórházak Kárpátalján, a következő napokban biztosan fogunk még erről beszélni. Megyünk most északra. A skandináv államokban is egyre aggasztóbb a járványhelyzet. A legfrissebb adatok szerint Svédországban egy nap alatt több mint 4 000 beteget azonosítottak. Azt mondják, főleg a házi bulikban terjed a járvány. Közben Dániában levágnak 17 millió nyércet, miután kiderült, hogy a kisállatokat nevelő farmokon egy mutáns koronavírus törzs jelent meg. Ez pedig az emberekre is veszélyes. Cser Attilát kapcsoljuk most. Úgy tűnik tehát, hogy a járványhelyzet egyedül Finnországban mondható jónak.
Köszöntöm a nézőket, ez valóban így van, ha megnézzük a számokat, akkor 100 000 lakosra Finnországban ez a bizonyos arányszám, amit mindig figyelnek a besorolás, a színbesorolás miatt 51,3 körül van ebben a pillanatban. A finnországi fertőzés halad a leglassabban a skandináv államok között, és Finnország rendelkezik a legjobb mutatókkal. Összesen 16 000 fertőzöttje van eddig, kimutatott fertőzöttje a koronavírus járványnak. 15 embert kezelnek intenzív osztályon, és 361 ember esetében teszik felelőssé a vírust a halálért. Ezek a finn számok egyébként elég erőteljes tesztelés eredményei, de ennek ellenére a finn hatóságok aggódnak. Az egyéni felelősségre terelik a hangsúlyt. Itt is arról beszélnek, mint Svédországba és Dániába, hogy a házi bulik, illetve a személyes kapcsolatok terjeszthetik ebben a pillanatban leginkább a vírust. Mindenkitől önfegyelmet kérnek, annak ellenére, hogy Finnországban is jelen pillanatban is csak ajánlott maszkot viselni a tömegközlekedésen és a bevásárlóközpontokban például. De hogy menjünk vissza erre a dán hírre, ami talán a legdrámaibb most itt a koronavírus járvány észak-európai terjedése kapcsán, mert Frederiksen, dán miniszterelnök bejelentette, hogy az 1000 farmból 17 millió állatot kell megsemmisíteni, ezt már elkezdték, széndioxid gázzal történik meg ez a megsemmisítés, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a megsemmisítés jelen pillanatban csak Dániára vonatkozik, mint Finnország, mint Svédország rendelkezik ilyen állatfarmokkal, jelen pillanatban a svédek is és a finnek is kivárnak. A megsemmisítés oka valójában ténylegesen az, hogy 12 ember fertőződött vissza ezektől az állatoktól, és állítólag a kutatók szerint a mutált vírusra semmiféle jelenlegi kidolgozás alatt álló oltó anyag nem hat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az állatoktól egy újabb járvány indulna el, akkor jelen pillanatban az összes oltó anyag, amit majd piacra készülnek dobni, a különböző országokban a különböző gyárak hatástalan lehet, és egy újabb pandémiától tartanak a dán kutatók. A dánok egyébként ezt a területet, ahol ezek a farmok vannak, Jutlandot a legkeményebb szigorításokkal látták el, mondjuk így szombattól, illetve jövő hétfőtől az általános iskolák 5-8. Osztályait ismételten távoktatásra kérik, ezt legutoljára márciusban tették meg a dánok, a tömegközlekedést leállítják, illetve mindenkitől azt kérik, hogy ne hagyják el a megyehatárokat. Ugye a vírus nem ismer ország határokat, Dánia északi szomszédja Svédország a következő állomás, ahol maga a miniszterelnök Stefan Löfven is bejelentette, találkozhatott koronavírus fertőzöttek, ezért önkéntesen karanténba vonult. A svédeknél emelkedik a vírus görbe drámaian, meghaladta a halottak száma a 6000-et. Mindenki csodálkozik, hogy miért van az, hogy még mindig csak ajánlásokkal dolgoznak a svédek, semmiféle tiltó rendelkezés, korlátozó rendelkezés nem lépett életben ebben a skandináv országban, annak ellenére, hogy a skandináv országok összesét, ha tekintjük, akkor a svédeknél a legrosszabb a helyzet, 140 000 fölött van a fertőzöttek, az összes fertőzöttek száma, a napi fertőzések száma 4000 felett van, és a virológiai szakemberek is csak azt mondják, hogy jobban kellene figyelni az embereknek. Tehát itt tartanak a svédek, még mindig csak lazák, mondjuk így, pedig ez a lazaság már-már a szomszédos országokra is kihat. Ne felejtsük el, hogy Finnország és Svédország közvetlenül határos egymással, és a svédek áthurcolhatják a finnekhez a koronavírus járványt. Ettől tartanak a finn hatóságok. Jelen pillanat csak figyelik a határforgalmat a finn-svéd határon, határzárásról a svédek esetében nem beszélhetünk. Tényleg elképesztő mutált vírus. Attila, fél percünk maradt. Milyen intézkedések vannak jelenleg érvényben az északi országokban? Csak a legfontosabbakat említsd, kérlek. A legfontosabb az, hogy csak Dániában van kötelező maszkviselés, a többi országban ajánlott. Mindenhol azt kérik az emberektől, hogy kerüljék a bevásárlóközpontokat. Az iskolák csak részlegesen vannak bezárva, de készen állnak a távoktatásra, hogyha a vírus görbe rosszabbodik, és mindenki azt várja, hogy ezek a
az intézkedések elérik céljukat, legalábbis addig, amíg megjelenik az oltóanyag a széles tömegek részére. Figyelni fogjuk természetesen a skandináv államokban is a járványhelyzetet, és menjünk most tovább. Utolsó állomásunk Szlovénia. Ott is szigorú szabályok vannak, tegnap a kormány összeült és megnézte, hogy beváltak-e a nemrég hozott intézkedések. Mindjárt megtudjuk, hogy maradt-e például az éjszakai kijárási korlátozás és a nappali lakhely elhagyási tilalom. Magyar Lovrics Mirjanához kapcsolunk Lendvára a részletekért. A kérdés tehát adott, mi maradt meg és mit töröltek el, segíts nekünk ebben. Jó reggelt kívánok! Igen, Szlovéniában érvényben maradt a lakhelyelhagyási tilalom, valamint az este 9 és reggel 6 óra között tartó kijárási tilalom, és az óvintézkedések betartása mellett továbbra is legfeljebb 6 személy csoportosulhat. Aztán országszerte továbbra is zárva tartanak a bevásárlóközpontok, az éttermek, bárok, szállodák, fodrászatok, fitness és sportközpontok, mozik, színházak, kulturális intézmények. Továbbra is kötelező a készfertőtlenítés és az arcmaszk viselése minden nyilvános zárt térben és kint a szabadban is egyaránt. Ami változott, az az, hogy péntektől, vagyis mától újra dolgozhatnak a pedikűrösök, kinyithatnak a bababoltok, a műszaki cikkeket forgalmazó üzletek, a bútori és autószalonok, valamint a fotósok és órások, de azzal a korlátozással, hogy 30 négyzetméteren csak egy vendég, illetve vásárló tartózkodhat. És újdonság van az oktatás terén is. A kormány döntése szerint a meghosszabbított őszi szünet után hétfőtől egy hétig mindenki számára az oktatás online folyik. Az óvodákban pedig továbbra is csak azoknak a gyerekeknek szerveznek felügyeletet, akiknek a szülei az ország számára létfontosságú szolgálatnál végeznek munkát. És bővül Szlovénia nemzetközi koronavírus járványlistája. Szlovénia újonnan teljes Magyarországot a vörösbe sorolta, az utazókat pedig hétfőtől érinti ez a szigorítás. A szlovén kormány egy hét múlva fogja ismételten felülvizsgálni az intézkedéseket, majd a járványügyi adatok tükrében dönt arról, enyhít-e a korlátozásokon, vagy meghosszabbítja őket. Csütörtökön egyébként Ljubljana központjában a parlament mellett több száz ember gyűlt egybe, és tüntetett a kormány és az általa hozott intézkedések ellen. Ez a tüntetés erőszakba torkollott. A rendőrök ugyanis figyelmeztették a demonstrálókat, hogy a tüntetés nincs bejelentve, hogy tartsák be a koronavírus járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket. A tüntetők egy része azonban petárdákat és köveket kezdett dobálni a rendőrök felé, majd ezt követően még erőszakosabbá vált a tömeg. Ezek után a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, vízágyút vetettek be a tiltakozók ellen, kiürítették a teret és néhány tüntetőt le is tartóztattak. Mirjana, ha a számok jól alakulnak, akkor van arra remény, hogy valamelyik intézkedést még eltörlik? Egy hét múlva nézik meg ugye újra, hogy mi maradhat. Így igaz. Az elmúlt napokban valamelyest csökkent a napi újonnan diagnosztizált esetek száma, ugyanakkor az elhalálozási számok még sosem voltak ilyen magasak, csak tegnap 30 új halálesetről számolt be a kormány. Ahogy másutt is, a kórházok COVID részlegei zsúfolásig megteltek, folyamatosan újabbakat kell kialakítani, de itt sem az ágykapacitás a legnagyobb probléma, hanem a szakember hiány. Lélegeztetőgépből például Szlovéniában van elég, de nincs elég szakavatott személy, aki dolgozni is tud vele. Minden esetre itt mindenki abban reménykedik, hogy a napi kevesebb esetszám arról tanúskodik, az intézkedések sikeresek, és a helyzet minden téren hamarosan javulásnak indul. Online oktatás lesz tehát, és több bolt is kinyithat Szlovéniában. Figyelni fogjuk az eseményeket. Ezzel vége is a körkapcsolásunknak, Bencel Katalinnak, K. Debreceni Mihálynak, Cser Attilának és Magyar Lovrics Mirjanának. Nagyon szépen köszönjük a friss információkat!